Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai újabb átadási eseményen. Lassan az év vége fele közeledik, ilyenkor már talán megszokta a város lakossága, hogy Ajka város önkormányzata az elmúlt év, mint egy bizonyítékát, vagy az elmúlt év teljesítményét demonstrálni, hétről hétre újabb és újabb objektumokat, műtárgyakat adunk át. Igaz ez még akkor is, hogyha mások úgy mérik le a teljesítményüket, hogy mennyit pályázatot nem sikerült Ajkának elérnie, mi nem azok vagyunk. Ahogy polgármester úr ígérte már az év elején is, minden év költségvetésekor ezt megígérjük, hogy ha nem jutunk pályázati pénzhez, akkor is tovább fogjuk a várost gyarapítani, tovább új és új létesítményeket fogunk átadni, felújítani, ezzel is javítva a város lakosságának az életszínvonalát, vagy életminőségét. Azt gondolom, hogy ma ismét egy ilyen eseménynél állunk. Ebben az esetben most egy olyan műtárgyat adunk át, amely egy kertvárosi résznél old meg egy bizonyos problémát, mégpedig a biztonság szintet emeli egész magasra, vagy jóval magasabbra, mint korábban volt. Talán mindenki emlékszik, 3 évvel ezelőtt egy extrém időjárás következményeként Ajka városa árvízzel küzdött. Fura, hogy itt van egy kis tornapatakunk, mégis árvízzel küzdünk, hiszen olyan koncentráltan és akkor a tömegbe jött az eső, hogy a meglévő vízelvezető árkaink, a patakok nem bírták az akkori vizet elvezetni. Ennek az időjárásnak később többször tanúját láttuk, hiszen gyakran volt, mikor azt követően is jelentős és komoly esőzések, és akkor vettük észre azt is, hogy itt a mögöttünk lévő kertvárosi részbe a meglévő árok állapota egyrészt olyan rossz, hogy már nem bírja elvezetni a vizet, másodszor meg talán a kapacitása se volt elég, és ennek következményeként polgármester úrral, a város vezetésével megbeszélve végül is elkészült egy új árok, amelyik biztosítja, hogy ezen a városrészen a jövőben extrém időjárás esetén, amire sajnos számíthatunk, hiszen a klímaváltozás okán egyre többször halljuk hozzáértő tudós szakemberektől, hogy gyakran lehet még számítani a jövőben is, ha nem is országosan, de lokálisan jelentős és hatalmas esőzésekre. Én úgy gondolom, ez az árok a funkcióját be fogja tölteni, és itt a következő hasonló esetekben egy biztonságos vízelvezetés fog történni. Én köszönöm a kivitelezőnek, látvány szempontjából is egy nagyon jó minőségű árkot kapnak az itteni lakók, és biztos vagyok benne, hogy a funkcióját be fogja tölteni. Megkérem a polgármester urat, hogy néhány szóval ő is méltassa az eseményeket, és átadjuk a város rész lakói számára ezt az árkot. Köszönöm szépen! Kedves barátaim! Ahogy Pat Ferenc képviselő úr elmondta, a lakosság számára különböző dolgok fontosak. Ez a kis árok, nem is olyan kicsi, rendkívül fontos az itt élők számára, hiszen biztonságot jelent, ahogy a Feri fogalmazott, és az ő érdeme, hogy idáig is el tudtunk jutni, és ezt a hosszú évek óta megoldatlan problémát sikerült rendeznünk. Átadjuk a 794-es sorszámmal jelzett közlekedési létesítményt, ahol 260 folyóméter medret burkoltunk ki 4,9 millió forintért. Szeretném megköszönni a Mihály Berger Kft.-nek ezt a jó minőségű munkát, amit itt nyújtottak, és Feri neked, illetve azoknak, akik ezt támogatták, hogy ilyen szintre tudtuk emelni ezt a megoldást, úgyhogy használjátok egészséggel, és remélhetőleg fokozza majd az itt lakók biztonságát. Ugye ennek kapcsán szeretném önöknek azt elmondani, hogy az, amit te idéztél, hogy árvíz volt itt néhány éve Ajkán, ennek következtében minden városrészben hatalmas munkákat végeztünk. Ugye sokan nem is tudják, hogy milyen munkálatok történtek. A Kinizsi utcában megszűnt az árvízveszély. Hát ugye az útépítéssel együtt több mint 100 millió forintba került. Csingerbe új hidat kellett építenünk a patak meder fölé. Bódén ugyancsak egy hosszú és nagy keresztmetszetű árkot építettünk.
Ajkarendeken, ahol a jövő héten lesz az átadás, szintén megoldottuk az árvíz veszélyt, és több más és kisebb mértékű veszélyforrásokat ugyancsak megszüntettünk. Itt mondanám el önöknek, hogy sajnos az egyik legnagyobb értékű munkánkat nem tudjuk megvalósítani, a Tósok-Berendi városrész vízelvezetését és a sportutcai hálózat összekötését. Azért nem tudjuk megvalósítani, mert ezt a pályázatunkat Fenyvesi Zoltán, a 3. számú választókerület fideszes képviselőjelöltje nem támogatta. Azt hazudta, hogy támogatta, de tudjuk, hogy azt támogatta, hogy ne kapjuk meg. Így támogatta a képviselő úr, úgyhogy így higgyenek az ő szövegének, és természetesen minket ez zavar, de ennek ellenére idővel majd hozzá fogunk kezdeni azért ennek a rendszernek is a átépítéséhez. De mindenki tudja, hogy Fenyvesi Zoltán hazugságait szépen csokorba szedjük, és úgy adjuk át majd a választókerület közönségének. De most örüljünk, úgyhogy megköszönöm mindenkinek a segítségét, és Feri, ti pedig használjátok egészséggel, és élvezétek az életet. Köszönjük szépen! Már rövid a lárak.